Jó, a konferenciánk témája az együttműködés és az együttes működés. Ami ugye két különböző dolog. Az együttműködés az az, amikor közösen egy dolgot csinálunk. Összejövünk, és egy adott tevékenységet folytattunk. Ez az együttműködés. De van más is. Van együttes működés. Amikor mindenki megteszi a sajátját, csak valahogy összeérnek a folyamatok, és abból egy nagyobb valami lesz, mint az az ének, amit éppen énekeltünk. Ugye a Borkó Julis néni csak szöveget írt, létező dallamokra általában. És én úgy tudom, hogy soha nem találkoztak a Máté János bácsival, aki mutatom, csak néhány kottát írt. Az volt az ő dolga főleg, hogy énekkart vezessen, és néha-néha úgy érezte, hogy egy énekhez dallamot kellene írni. Látjátok, hogy mindenki megteszi a sajátját. De mind a kettő, a Julis néni és a János bácsi Isten dicsőségére teszi azt, amit tett, összeértek a folyamatok, és egy nagyon szép ének lett belőle, ami ugye benne van a találkozós énekeskönyvben például, és sok helyen éneklik. Ez az együttes működés, amikor mindenki megteszi a magáét, de összeérnek a folyamatok, és abból nagyobb áldás lesz. És ez az együttműködés és az együttes működés, ugye az a gyülekezeten belül is megvan, remélem. Az együttműködés abban, amikor ugye több ember egy szolgálatot visz, az együttes működés az, hogy mindenki a saját helyén szolgál, és éppen attól lesz életképes és életteljes a gyülekezet. Ugye így működik a Krisztus teste. És nem szabad a másikat lebecsülni, aki nem abban a szolgálatban van, mint én, vagy aki nem ott van, ahol én vagyok, vagy nem úgy gondolkodik teljesen, ahogy én. Ez éppen a Krisztus teste. Kiegészítjük egymást. De ha minden rendben van, ez a gyülekezetek között is működik. Az együttműködés bizonyos célokért, és az együttes működés. A Bibliában találunk rá egy nagyon jó példát. Pál apostol a görögországi gyülekezetekben gyűjtést szervezett az elszegényedett jeruzsálemi gyülekezetek részéről, és erről így ír a rómaiaknak. Macedónia és Achája jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. És a korintusiakat így buzdítja a gyűjtésben való részvételre, az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Ugye? Ezt Pál apostol a gyülekezetek közötti kapcsolatra mondja. Jeruzsálemből indult ki az evangélium világhódító útjára, és amikor az anyja gyülekezet elszegényedik, akkor elvárható, hogy a létrejött lány egyházközségek, amelyeket Pál apostol létrehozott, támogassák az anyja gyülekezetet, mert lehet, hogy valamikor fordítva lesz a helyzet. Tehát nem csak a gyülekezeten belül kiegészíthetjük egymást a szolgálatban, hanem ha minden igaz, akkor a gyülekezetek is kiegészítik és támogatják egymást. Viszont ez nem magától értetődő. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levelében két teljes fejezetet szám erre a kérdésre. És remélem tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet volt a legrosszabb, amit Pál apostol alapított. Nem azért, mert ő alapította,
hanem azért, mert az emberek sok mindent nem értettek meg helyesen, amit Pál apostol próbált elmagyarázni. Viszont nekünk jó, hogy volt ilyen borzasztó rossz gyülekezet Pál apostol idejében is, mert akkor legalább az apostol leírt sok mindent, amiből mi is tanulunk. A második korintusi levélben Pál apostol két teljes fejezetet ír arról, hogy miért is van ez a pénzgyűjtés, hogyan is működik egyáltalán a pénzgyűjtés az egyházban, sokat lehetne belőle tanulni, de a mai napon csak az a lényeg, hogy ez az együttműködés és ez az együttes működés nem működik magától, sajnos, mivel mi is bűnösök, gyarlók, önzők vagyunk. Ezért kell egy szerkezet, kell egy keretrendszer, ugye, számítógépes nyelven. Kell egy struktúra, amely előre segíti ezt az együttműködést. És ez a struktúra az egyház szervezetünk. Hát a történelmi viszontagságok miatt sajnos az egyház szervezet nem mindig az együttműködésről szólt, hanem sokszor éppen a hatalomról. És ugye tiszteletes úr is mondta, bő két évtizeddel vagyunk a rendszerváltozás után, de sajnos a régi beidegződések még működnek. És ugye nagyon nehéz megváltoztatni a szokásokon. De meg kell érteni, hogy történelmileg a reformátorok éppen küzdöttek a hierarchia ellen. Küzdöttek az ellen, hogy valakinek több hatalma legyen az egyházba. Ugye a római katolikus egyház felfogásban a püspök kezében van a hatalom. Ugye a püspök tervezi és szervezi az egyház életét az ő megyéjében. Ugye mind a mai napig. Ő dönt, hogy mi lesz, aztán a helyi papok, az áldozó papok csak kivitelezők. És igaz, hogy a 62 óta a katolikus gyülekezetnek van egy kis beleszólása a helyi dolgokba, második vatikáni zsinat óta, de hát ez csak nagyon kevés. A püspök dönti el, hogy mi történik. És ha püspök váltás van, akkor lehet, hogy megváltozik a gyülekezeti élet is, ahogy most látjuk, ugye körülöttünk, pécsi püspök nyugdíjba ment kisdorogra, találkozunk, hát legalább havon percszerű integetünk egymásnak, amikor ő bejön, ugye misét tartani kisdorogon, én meg elmegyek, Isten tiszteletet tartani valahol, és az új püspök nagyon, hát szépen fogalmazok, erősen fogta a hittanoktatót, a hittanoktatókat az egész megyében, hogy minél több gyermeket vonzanak be a hittanoktatásba. Van is belőle baj. Egyik helyen ökuménikus hittanoktatást szervezett a katolikus hittanoktató úgy, hogy a református nem tudott róla. És éppen a héten hallottam, hogy katolikus hittanoktató bekopogott a református óvodánkba, hogy szeretné hittan tartani. És az igazgató nő azt kérdezte tőlem, hogy hát ő mit tud nyújtani heti egy órával, miközben ők ugye egész nap, minden nap foglalkoznak a gyerekekkel, és minden nap van bibliatörténet, meg imádkozás. Tehát. De szerintem ugye nem, tehát most nem az a lényeg, hogy mit csinál a mostani pécsi püspök. A lényeg az, hogy a római katolikus egyházban úgy gondolkodnak, hogy az egyház ott van, ahol a püspök van. Amíg vannak püspökök, addig van egyház. És a püspök dönti el, hogy mi történik, akár helyi szinten, zombán a katolikus egyházközségben. És a reformátorok ezzel ellen panaszkodtak, mivel látták, hogy ez elég sok bajt okoz. Ugye a reformátoraink azt mondják, hogy az egyház ott van, ahol a hívők vannak. Ahol két vagy három hívő ember, hívő család találkozik az Úr Jézus nevében, ott van az egyház. Ezért a hívők közössége tervezi és szervezi a saját életét.
És persze, ha többen vagyunk, akkor erre a megfelelő embereket választják ki, erre a feladatra, ugye ezek a presbiterek. De ez teljesen más gondolkodás. A presbiterek szervezik a helyi gyülekezet lelki életét. Irányítják. Beszélnek róla, imádkoznak érte, és összefognak a gyülekezetek a szomszédos gyülekezetekkel olyan kérdésekben, amelyeket ők egyedül nem tudnak jól megoldani. Ez a református egyház szemlélet. Ezért nálunk az egyház megye nem egy külön álló szervezet. Ugye az egyház megye az mi vagyunk? Az egyház megye a lelkészekből, presbiterekből áll. Az egyház megye tanácsa olyan emberekből áll, akik gyülekezeti lelkészek és gyülekezeti presbiterek. Ez nem egy külön állás, az egy külön feladat, amit a meglévő tisztség mellett elvállalnak, nem csak az egyház megyében, hanem az egyház kerületben is, és ugye a zsinatban is teljesen normális mezei lelkészek és presbiterek ülnek. Tehát itt nem a hatalomról van szó, az egyház megye egy összefogás. Tolna megye református gyülekezetei összefognak bizonyos kérdésekben, létrehoznak egy szervezetet, ugyan már régóta van, de alakítanak egy szervezetet, amely bizonyos kérdésekbe beleszól, mert több szem többet lát, és ismerjük, hogy tévedhetünk, ezért jó, hogyha más is megnézi, hogy mi történik. Aztán ez történik kerületi és országos szinten is. És ugye minden gyülekezet hozzájárul az egyház megye, az egyház kerület és a zsinat fenntartásához, ez a közalap, ami ugye a költségvetésben szerepel, az egyház fenntartók száma alapján minden gyülekezet beletesz valamit a közösbe, hogy működjön az a keretrendszer, ami nem más, mint a hívőkből álló közösségek együttműködése és együttes működése. Hát, és akkor most arra gondoltam, hogy akkor most gyorsan 3-4 óra alatt elmagyarázom, hogy hogyan működik az egyház megye és az egyházkerület és a zsinat. Nem. Ugye, aki benne van, az tudja, aki nincs benne, lehet, hogy nem is érdekli. Jobban nem is tudja. Ugye az a kérdés, hogy mit nyerünk azáltal, hogy egy egyház megye szervezésében működünk, mint gyülekezet. Az a kérdés, hogy mit nyújt nekünk a megye, a kerület, a zsina. Kapunk-e tőlük egyáltalán valamit? Ugye az egy dolog, hogy fizetünk, de mit kapunk érte? Nem az a kérdés. Hát szerintem ez a legfontosabb, amit tudni kell, és ezért még néhány percig arról szeretnék beszélni, hogy milyen sok gyümölcs és áldás fakad abból, hogy a gyülekezetek nem elélbegélnek egymás mellett, hanem bizonyos kérdésekben összefognak, és akkor kiderül, hogy ebből az együttműködésből és együttes működésből milyen áldások, gyümölcsök fakadnak. Hogy a legkisebb együttműködés, ami létezik ebben a megyében, az a kiskör. Majdnem azt mondanám, hogy egyházi járás. Tehát ugye ez egy járás lesz, mert Tolna és Hatú úgy gondolta, hogy inkább együtt vannak, mint külön-külön. De gyakorlatilag ugye arról beszélünk. A kiskör az nem más, mint az állami gépezetben a járás. És Tolna megyében 3 kiskör működik, vagy működne. Ugye a legrégebb óta a sztárai kör működik, amely Földvártól Faddig megtalálható a Duna mentén. Ez a sztárói kör. Régóta működik, sok mindent tesznek. Egy-két dolgot szeretnék elmondani, ami ott már működik, hogy más gyülekezetek is tudjanak róla, és talán valami vágy formálódik, hogy hát milyen jó lenne, hogy az nálunk is meg lenne. Utána ugye jön a személyi kérdés, hogy a tiszteletes úr mondta, hogy akkor ki?
ki lenne azért a felelős. Ami a sztári körben régóta működik, az a lelkészek találkozása. Havonta egyszer találkoznak a lelkészek lelki, szakmai és személyes épülésre. Kedves presbiter testvéreim, ez nagyon fontos. A lelkészi pálya elég magányos életpálya. Egy. Ezért nagyon fontos, hogy a lelkészünk rendszeresen találkozhasson más lelkészekkel, akik a környezetben vannak. Hogy elmondhassa azt, amit a feleségének már háromszor elmondta, a gyülekezetben nem meri elmondani, de lehet, hogy egy kollega tud rá választ adni, vagy legalább vigasztalást, ha megoldás nincsen. Fontos, hogy a lelkészek is épüljenek, mert ugye a lelkész mindig ad. Szoktam mondani presbiter képzésen, hogy a lelkésznek csak egy dolga van. Magyaráz az igét. Szószékről, tanteremben, kórházban, látogatáson. Ha van olyan profilja, az utcán, a piacon, ahol tud, ez a lelkész dolga. Nincs más dolga. Ha más dolga is van, akkor szégyellje magát a presbitérium. És ahhoz, hogy a lelkész állandóan tudjon adni, szükség van arra, hogy valahonnan kapjon is. Ő is tanuljon tovább. Ugye, hogy mondani szokták, hogy a jó pap holtig tanul. Hát akkor a közepes, vagy a rossz, és nem bután hal meg, ahogy ugye mondja a szokás, hanem éppen az a gond, hogy ahhoz, hogy valaki megértse a Bibliát úgy, hogy kellene, három életre lenne szükség. Ugye egy ahhoz kell, hogy megértse az Ószövetséget. Egy ahhoz kell, hogy megértse az Új Szövetséget. Teljesen úgy, hogy van, és akkor még kell egy harmadik élet, hogy ezt az egészet össze tudjon rakni. És akkor még nem mondott semmit, akkor csak tanult. Tehát ezért olyan fontos, hogy a lelkészünknek legyen ideje arra, hogy találkozzon más lelkészekkel, kapjon egy kis képzést, legyen ott lehetőség a személyi és lelki épülésre. Ez a sztári körben működik, a többi körről majd később beszélek. Sztári körben régóta van a presbiteri alkalmak. És ugye tudjuk, hogy milyen jó az, hogyha rendszeresen tudunk találkozni. Feleségemmel a héten beszéltünk róla, hogy a presbiteri konferenciának is az a varázsa, nem a tanítás, szerintem, akkor is, ha kicsit sokat fogok mondani ma. Nem az a lényeg. Nagyon jó, hogy okulunk egy kicsit, de hát találkozni egymással, majd mindjárt egy teja mellett kicsit csevegni más presbiterekkel, látni, hogy milyen sokan vagyunk. Okulni abból, ami más gyülekezetben már működik. Hát ez a lényeg egy konferenciának. És a sztári körben, ha jól tudom, évente négyszer, a kiskör is találkozik, aminek ugye ugyanaz a varázsa, ugyanaz a fontossága. És két dologra sok minden történik a sztári körben, az egyik lelkész azt mondta, hogy túl sok, nincs annyi idő, nincs annyi szabad hétvége egy évben, de két dologra szeretnék felhívni még a figyelmet, az egyik a sztárói kupa. Amikor a gyülekezetekből összehozzák a gyerekeket egy vetélkedésre, részben sport, részben bibliai tudás, részben sok minden lehet, csak az a lényeg, hogy a gyerekek is legyenek együtt, valami közösségi élményük legyen. Amikor nem az a nagy kérdés, hogy ki tud a legtöbbet, mint az iskolában, hanem ki élhetik magukat, akár a sportban. Persze van olyan vetélkedés is, ahol a tudása fontos, de elég sok olyan gyerek van, akinek nem a tudása a legjobb, amit tud nyújtani, hanem valami más. És ugye a hittanórákon a gyerekek mindig ugyanazokat az arcokat látják, nekik nagyon jó, hogyha rendszeresen látják azt is, hogy a szomszéd faluban, a szomszéd városban is vannak reformátusok ám. És a legfontosabb ez talán, és ez is működik a sztári körben, a legfontosabb ez a közösségi élmény szerintem a konfirmandusoknak. Ugye a konfirmandusok eleve kevesen vannak a legtöbb gyülekezetben.
És lehet, hogy egy idő után, mondjuk egy 3 hónap után, ők azt gondolják, hogy csak 3 konfirmandus, református konfirmandus van az egész országban. Hát nem. Ezért nagyon jó lenne, hogyha legalább 2-szer a konfirmandusi időszak alatt, vagy ha lehet 4-szer, találkozzanak más konfirmandusokkal. Ugye lehet valamikor egy közös alkalmat szervezni, mondjuk egy péntek délutánt az egyik gyülekezetben, lehet hétvégét is szervezni, tehát ott alvós, ami ugye a konfirmandusoknál már nagyon érdekes lehet, hogy szülők nélkül, csak mi, meg a 3 tiszteletes bácsi, és akkor hát mit fogunk csinálni, és akkor legyen benne valami betélkedő is, vagy sport, ugye a tanítás mellett, akkor látják azt, hogy aki református konfirmandus, az még elég normális gyerek lehet. Bármit mondanak a többiek az iskolában, ahova a gyerek éppen jár. És a tári körben rendszeresen a konfirmandus szülőket is összehívják. Legalább egy beszélgetésre. Egyszer lejátszották néhányan, hogy ők hogyan érezték magukat, amikor konfirmandusok voltak. Tehát a felnőttek lejátszották a gyerekeknek, hogy na nekik milyen volt, amikor konfirmáltak, és akkor a gyerekeknek feltűnt, hogy hát lehet, hogy a 25 év alatt nem is változott olyan sok minden, de akkor arról is lehet beszélni, akár a szülőkkel közösen, akár külön-külön. Ha évente egyszer lenne ilyen alkalom egy gyülekezetben, az sokat dobhatna az elkötelezettségen. És ugye egy újabb lehetőség, hogy találkozzunk a konfirmandus szüleivel is, nem csak ugye majd a konfirmáción, amikor ugye gyorsan át akarják adni a biciklit. Tehát ez a sztárói kör. Holdvártól Faddig. Akkor Tolnától lefelé, és a Bátaszéken bekanyarodunk egészen Várójáig, ott van a Mélius kör. Ez a második kiskör. Ott is találkoznak a lelkészek havonta egyszer, ami a Mélius kör sajátossága, az a gyülekezeti csendes délután. Hogy havonta egy alkalommal a gyülekezeti tagok találkoznak egy adott gyülekezetben a református öntudatosság és a testvéri kapcsolatok ápolására, így írtam le. Közös éneklés, egy rövid előadás, remélhetőleg ötleteket ad a beszélgetéshez, utána egy közös tejázás, 1,5 óra az egész, nem olyan sok. És olyan régebben még divat volt a délutáni istentisztelet, ez teljesen kiment a divatból, de a bonyári testvérek tudnak beszámolni arról, hogy milyen jó, hogyha legalább havonta egyszer találkozunk más testvérekkel, más imaházat vagy templomot is látunk. És a harmadik kiskör azokból a gyülekezetekből, amelyeket még nem említettem. Van, aki északi körnek nevezi, van, aki nyugati körnek nevezi. Hát ez a Sion túli egyházjárás, úgymond. Hát ott messze vagyunk egymástól, még nem nagyon sikerült ott összefogni, még a lelkészeket sem nagyon, de dolgozunk rajta, mert fontosnak tartjuk, hogy legalább a lelkészek, de ha lehet, a presbiterek, a fiatalok, a konfirmandusok, a gyülekezeti tagok találkozzanak, hogy épüljünk, legyen közösségi élményünk, és legyen szolgálati lehetőségünk, amikor a mi gyülekezetünk fogadja az alkalmat. És akkor kis, hát nem házi, de feladatot azért adom, hogy majd a teja mellett nézzünk körül, és találjunk olyan presbitert, aki más kiskörhöz tartozik, és kérdezzük ki, hogy náluk mi működik, mi tetszik, mi nem tetszik, mert ami nem tetszik, arról itt nem beszélek, azt majd egymás között el lehet mondani. Kérdezzük ki egymást. Tényleg jó ez a sztárai kör? Tényleg jó ez a presbiteri találkozás? És ha megfogalmazódna valami vágy, majd a fejünkben, szívünkben, akkor majd otthon ezt a tiszteletes úrral, vagy a tiszteletes asszonyjal meg lehet beszélni, hogy hát talán nálunk is kellene. Akkor ezt beszéljük meg, és talán lesz valami belőle. Tehát ilyen sok mindent nyújt a kiskör, ha aktívan részt veszünk benne. Sok mindent nyújt az egyház megye is. Mondják, presbita konferencia. De a munkatervek kiértékelése is ide
tartozik. Ugye most majdnem mindenki túl van azon, hogy megfogalmaztuk a gyülekezeti munkaterveket. Hát miért kell ezeket beküldeni? Hát azért, mert a megyének van egy missziói bizottsága, és mi megnézzük ezeket a terveket, hát ha látunk valamit benne, ami másnak is jó. És hát ha látunk valamit benne, amiről már kiderül más helyeken, hogy nem biztos, hogy az működni fog. És mióta, hogy a szeptemberben írjuk a missziói terveket, több értelme lehet majd a év elejé vizitációnak is. Hogy a kettő összefügg. A vizitáció az, amikor egy gyakorlott lelkész és egy gyakorlott presbiter megkeresi a gyülekezetet. És bár van a vizitációnak ilyen vizsgaszava, néha-néha, igazából nem az a cél. Nem azért jön egy lelkész, egy presbiter, nem azért hívják össze a presbitériumot, hogy képet mutassunk, és azt mondjuk, hogy hát nálunk minden rendben van, minden működik. A vizitáció az éppen helyzetfelmérés. Olyan, mint amikor az orvos ugye oda megy egy beteghez, és megkérdezi, hogy vagy. És ugye, bár mindenki másnak illik azt mondani, hogy köszönöm jól, az orvosnak nem illik azt mondani, hogy köszönöm jól. Az orvosnak el kell mondani, hogy itt fáj, ott fáj, főleg a nyomom, az ujjammal, itt is fáj, ott is fáj, ott is fáj, és akkor a lelkész el tudja mondani, hogy hát akkor, hogy lehet, hogy nem a testével van gond, hanem csak az ujjával. Mert ő gyakorlott, és ugye tudja, hogy hol lehet a hiba, mindenhol nyomkodom, és mindig fáj, hát akkor lehet, hogy az ujjamban van a gond. Arra én meg nem gondoltam. De ez a vizitáció. Eljön egy gyakorlott lelkész, egy gyakorlott presbiter. Beszélnek a lelkésszel, megnézik ezt, azt, amast, utána összehívják a presbitériumot azzal a céllal, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy mennek a dolgok. És a jó vizitátor előtte végig is olvasta a gyülekezeti tervet, tehát bizonyos dolgokra rá tud kérdezni, hogy van ez, hogy van az. És ha valami nem működik, akkor segítséget tud adni, tanácsot tud adni. Vagy ha ő nem tud megoldást, akkor biztos van egy ismerőse, aki tud egy jó megoldást. Így összefügg a gyülekezeti munkaterv a vizitációval, és ez is olyan plusz, amit kapunk az egyház megyétől. Valaki más jó indulattal szeretne beszélgetni arról, hogy hogy mennek a dolgok a gyülekezetünkben. És ugyan még missziói munkatársa is van az egyház megyénknek, tehát ha valami gond van, akkor még sikítani is lehet. Sőt, ugye a megye gyermek és ifjúsági táborokat szervez. Tehát nagyon jó nekünk az, hogy egy egyház megyéhez tartozunk. Olyan sok segítséget kaphatunk, amit egyedül talán nem is tudnánk jól megoldani. És még pénzt is lehet kapni tőlük. Ugye lehet missziói támogatást kapni gyermek és ifjúsági programokra, és ha a lelkésznek nincs téli gumúja, akkor kérhet támogatást az egyház megyétől, hogy legyen, mert fontos, hogy legyen. Ebben is segít az egyház megye. Az egyház megye nem valami rossz dolog, amely mindig csak a hibákat keresi a gyülekezetünkben. Az egyház megye azért van, hogy segítsen. A számvizsgálók is azért van, hogy segítsen. Bármiben szívesen segít. Ha a könyvelő nem érti, ha a könyvelő nem úgy csinálta a dolgokat, ha nem adódnak össze a számok valamiért. Számvizsgálók mindenben szívesen segít, mert azért van. Tehát használjuk ki ezeket a lehetőségeket. Az egyházkerületről csak annyit mondok, hogy ugye ők is segítenek ifjúsági programokkal, de mivel szerintem lassan mindenki fázik, inkább az országos dolgokról szeretnek egy-két dolgot mondani. Nem tudom, tegnap kilátta, de volt egy riport a tévében arról, hogy most zajlik a 72 óra
kompromisszumok nélkül. Most már nem is tudom, hogy az M2-ben volt, vagy az ATV-ben, akkor tudjátok, hogy mi mindent nézek, de volt egy riport, ahol a minisztériumtól volt valaki, és a szervezők közül volt valaki, akik beszéltek arról, hogy most zajlik az országban ez az önkéntes akció, ami ugye már régóta működik, a 72 óra kompromisszumok nélkül. És ugye mivel ez egy országos dolog, ezért kerül bele a tévébe. És több ilyen van. Ugye nyáron lesz a Csillagpont újra. Országos szervezésű dolog, szarvas mellett tartják egyébként. Ifjúsági találkozó elsősorban, az országos program, annak óriási hírverése lesz. Ahhoz csak csatlakozni kell. Kitenni a plakátot, szólni a fiataloknak, és már is kapunk valamit, amiért az égvilágon semmit nem kellett tennünk. És megint egy óriási közösségi élmény, nem csak fiataloknak. És akkor van a szeretethíd, és sok minden más is. Ami egyszerűen csak van. Csak jelentkezni kell, és akkor egy országos programnak a részesei lehetünk. És ezzel ugye sokkal egyszerűbb oda menni egy polgármesterhez, vagy a helyi laphoz, vagy a Tolnai Népújsághoz, hogy lám-lám, ebben mi is részt veszünk, nem akarsz eljönni, riporter, és erről valamit írni. Hogy tudják meg például a bonyhádiak, hogy igenis van református egyházközség. Feleségem 3 évvel ezelőtt néhány vezetési órát vett a biztonság kedvéért, hogy tudja kezelni az autót úgy, hogy kell, és átmentek Bonyhádon, és akkor a feleségem azt mondta a tanítónak, hogy hát ő ismeri ezt az utcát, már ebben van a református gyülekezet. Mire ugye az instruktőr azt mondta, hogy ez nem református, az evangélikus. Mire a feleségem, igen, van evangélikus is, de az a szemmel van református, mire ő, de nincs is. Jó, pici a templomunk, de azért ugye kicsi a borsa, erős, dolgozunk rajta, de akkor legalább egyszer az újságban benne van. Akkor a völgységi hírlevélben mindenki látja, hogy igenis van református gyülekezet, még csinálnak is valamit, sőt, országos dolgokban vesznek részt. És az egyszerűen csak az ölünkbe hull, semmit nem kell érte csinálni, csak kifizetni a közalapot minden évben, és akkor már is részt vehetünk benne, még pólót is kapunk, ha jelentkezünk. Ezért jó, hogy nem vagyunk egyedül. Egyik barátomnak volt egy tévéműsora a Budapest TV-ben, ami azóta nem létezik, de nem ő miatta, hanem azért, mert boszorkány versenyt hirdettek, én szerintem, legalább akkor futcsult be az egész. És ez volt a műsor cím, nem vagy egyedül. Mi az arról szólt, hogy mindig ott van a Teremtő Isten, akihez lehet fohászkodni. De gyülekezeti szinten ugyanez igaz. Nem vagy egyedül. Pálfai gyülekezet, Sárpilisi gyülekezet, Bonyhádi gyülekezet, bárhol vagy. Nem vagy egyedül. A szomszédban vannak testvérek, akikkel össze lehet fogni. Használjuk ki az együttműködés és az együttes működés lehetőségeit. Ettől közösségi élményre tesznek szert a résztvevők. Érezzük, hogy egy nagyobb egészhez tartozunk. De jó, hogy máshol is vannak reformátusok. És a másik gyümölcse, a gyakorlatban derül ki a hitem, a szeretetem, az áldozathozatali készségem mértéke. Amikor az én gyülekezetem fogadja a sztári kupát. Amikor az én gyülekezetem fogadja a presbiter konferenciát, és hétfőn kiderül, hogy 120-an akarnak eljönni. Hát akkor derül ki, hogy mennyire szolgálatkész vagyok én. Mennyire szolgálatkész a gyülekezet. Mennyire tudunk együtt dolgozni. Mennyire tudjuk egymást szeretni, amikor a munka nehezeit kell megcsinálni. Akkor derül ki. És ez növekedési lehetőséget ad a gyülekezetnek. És ha sikeresen sikerült megszervezni ilyen presbiter konferenciát vagy sztárói kupát, akkor utána van miről beszámolni a gyülekezetnek.
Hogy kedves testvérim, képzeljétek el, ugye azoknak az embereknek, akik csak vasárnap jönnek el, képzeljétek el, hogy itt akkora élet van, hát ezt máshol nem is lehet megtalálni. Tehát mind a kettő kihagyhatatlan. A közösségi élmény és a szolgálat közbeni növekedés. Mind a kettő kihagyhatatlan, ha építeni akarjuk a gyülekezetünket. És ugye azt akarjuk.